Krisztusban, kedves fiaim, főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő urak, Krisztusban szeretett testvéreim. Karácsony előtt sokszor hallottuk ezt a jelszót, mondhatni szlogent, jót tenni jó, jót tenni jól. A Caritas ezekkel a jelszavakkal gyűjtötte a különböző adományokat a rászorulók számára. Akik csak így felületesen hallgatták ezeket a megszólításokat, akkor lehet, hogy azt gondolták, na már megint kéregetnek, hogy segítsünk azokon, akiknek nem sikerül a karácsonyi ajándékot sem, vagy a szükséges dolgokat sem előteremteni. Holott itt olyasmiről van szó, ami mélyen keresztény gyökerű, hozzátartozik az egyház lényegéhez, és ennek még egy szentségi fokozatot is adott a diákonusoknak a rendjét, és annak mint egy ilyen előkészítő, fölvezető iskolájaként, előbb lektorrá és akolitussá avatja a jelentkező fiatal embereket. A szentségek Jézus Krisztusra mennek vissza, de éppen a papságnak a rendje, szentsége, az nem csak úgy, hogy Jézus meghagyta, hanem a maga életében mindazt megvalósította, amit a papság rendje kér és tartalmaz. A diákonusok a szolgálatra vannak szentelve, az egyház szolgálatára, de Jézus Krisztus az, aki ebben példát mutatott, ő mondta, hogy ő úr és szolga egyszerre, megmosta tanítványainak lábát, és azt mondta, hogy példát adtam nektek. Más helyütt azt olvassuk róla a Szentírásban, hogy körüljárt jó cselekedvén, sőt azt a közmondásosnak hitt, ugyanakkor Jézustól való szállóigét is, őtől le idézzük legtöbbször, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ő, mint az Isten fia, megalázza magát, fölveszi a szolga alakját, és ebben a kiüresített állapotban az Atya szeretetéről tesz tanúságot. Vörös Sándornak a Roncsszőnyeg című versében olvasható ez a két sor. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, uraktól nyüzsög a végtelenség. És hát így is van, mert azok a szolgálatok, amelyek még nevükben hordják a szolgaszót, gondoljunk a minisztériumokra, a miniszterekre, hát az általában összekapcsolódik egy hatalmas társadalmi státussal, egy magasabb fizetéssel, és sok-sok olyan kiváltsággal, ami a hétköznapi embernek nem adatik meg, még az úgynevezett demokratikus államokban sem. Szolga csak egy van igazában, az Isten, és ezt a szolgaságot Jézus Krisztus fölmutatta, mint egy példát adva nekünk, hogy így mutassuk meg az Isten iránti szeretetünket. Mert ő a főparancsban véglegesen összekapcsolta az Isten és az ember szeretetet, és nem lehet az Istent szeretni úgy, hogy embertársainkat ne szeretnénk. Valamiképpen fokmérőjévé válik az Isten szeretetnek az embertársunk iránti szeretet. És ez az ősegyházban még szentségi rangra is emelkedett, olyan nagy szükségessége volt, míg az apostolok korában
kiválasztottak, ismerjük a történetet 7 szent lélekkel, bölcsességgel eltelt férfiút, hogy az asztal szolgálatában, de mint Szent István esetében tudjuk, még az ige hirdetésben is segítsenek nekik. És azóta az egyház ezt tartja is, ünnepli is, karácsony másnapja, azért ilyen mártírra való emlékezés, mert előbb volt, mint a karácsony ünnepe. És ez meg is maradt az egyház történetében, a karácsony ünnepéhez csatoltan is. Ugyanakkor azt is kell látnunk, hogy ez a szolgálat, mivel szentség, nem egy funkcionalizmus, félreértés ne essék, sokra értékeljük a szociális munkások tevékenykedését, de ők mégsem szociális munkások lesznek. Mert itt következményről van szó, a Jézus Krisztus iránti szeretetből való szolgálatról. Mai világ nagyon szívesen rátestálná az egyházra azon feladatokat, amit ők nem tudnak elvégezni. Ezért minél több szociális otthont is igyekszenek átadni, hogy hátha becsületesebben és lelkiismeretesebben ápolják a rászoruló beteg embereket. Hát innét Kecskemétről is számtalan megkeresés történt már, hogy állítsunk föl szociális otthont, sőt még a kórházat is fölígérték, hogy vegyük már át mi az egyház, a kórházat, Kecskeméti kórházat. És azt találtam mondani a főigazgató úrnak, hogy igazgató úr, nem csak pénz hiányában vagyunk, hanem ember hiányában. Olyan ember hiányában, aki elkötelezetten Krisztus iránti szeretetből végzi a feladatát. Mert az most már egyértelművé vált. Idefele jövett kórházi riportok voltak a rádióban, hallottam. Az egyik keresztény főorvos professzor mondta, elvesznek az európai értékek még a kórházakban is. Európai értéken a keresztény hitből fakadó szeretetet és ápolást értette. Most ha így áll, akkor a diákonusoknak is Jézus Krisztus iránti szeretetből kell tevékenykednie a szolgálatban. Szentatyánk egy nagyon kemény intelmet adott a római kúria tagjainak, szinte megdöbben az ember, hogy ott is ilyen kemény szavakat mondanak, mintha szavoranorlát hallaná az ember a középkorból. És azt mondta az ottani monszinyóréknak, hogy kerüljék el a mártaizmust, nem tudom, hogy ezt a szót ő találta ki, de mindjárt értjük, a Márta szolgálatának a végletekig való gyakorlását, ami funkcionalizmussá válik. Már nem is tudja az illető, hogy miért teszi, de teszi még, és nincs mögötte lelki tartalom. Mert a Mártát össze kell kapcsolni a Máriával, aki egyszerre leül Jézus lábához, és ugyanakkor úgy tevékenykedik, és úgy szolgálja az Urat, hogy abban van egy nagy mély lelkiség. Mert különben fél, hogy az ember maga mutogatóvá válik. Szent István diákonus nagy példát adott nekünk örökre. Azt mondja róla Szent Lukács evangélista, az apostolok cselekedetében, hogy szent lélekkel és bölcsességgel eltelt férfiú volt. Mostanság a pünkösdista mozgalmat nyomán a szent lélekkel való elteltséget valamiképpen valami extra módú imádkozással, talán még nyelveken szólással is kötjük össze. De megnézzük Szent István diákonust, ott bölcsességről volt szó, és olyan beszédről, aminek nem tudtak ellent mondani. A Szentírás leghosszabb beszédjét Szent István diákonus mondta. Bravúrosan ismerte a Szentírást, és úgy érvelt,
hogy a végén, akiben volt egy csöpp jó indulat, elfogadta azt, hogy az Ószövetség végén törvényszerűen ott van Jézus Krisztus, az Atya küldötte, akit el kell fogadnunk. Úgy tudott érvelni, hogy nem tudták megcáfolni, és ezután jön az, hogy megkövezik őt, mert ilyen a világ, amikor nem tud értelmes választ adni, akkor agresszív módon támad sok esetben. Az ő bölcsessége és a lelki ereje, ami még a szenvedésben is kísérte, az volt a Szentléleknek a jele az ő életében. Hiszen ha megnézzük a Szentlélek ajándékait, abban benne van az értelem, hogy okosság, bölcsesség és a lelki erőnek az adománya, hogy Szent István így mutatkozott meg az akkori emberek előtt, és így tett tanúságot, és így lett vértanúvá. Fiatal ember volt, Jézus Krisztus példának tekintette, és tetteiben követte. Ő nem tudhatta, hogy mi lesz a következménye halálának. Nagy hittel Jézushoz hasonló módon halt meg. De a folytatás az egy szárba szökkenése volt a keresztény elvetett magvaknak, ahogy Tertullián egyházatja mondta, a keresztények vére mag. És valóban az lett, a lábainál a ruhákat őrző Saul lett a legnagyobb hittérítője az apostoloknak, Pál formájában, de ugyanígy a szétszélett keresztények utána olvassuk a Szentírásba, elmentek és mindenütt hirdették az igét. Nem tudja fölfogni az emberi értelem ezt az isteni logikát, hogy a vereségből győzelem lehet. Jézus Krisztusnak úgy tűnt, hogy a veresége végleges, hiszen keresztre feszítették. De ez a vereség a föltámadás után győzelemmé vált. És ezt ismétlik meg azok a szentek is, akik Krisztushoz hasonlóan élnek, mert bár ők lehet, hogy nem érik meg, és nem látják annak az erőfeszítésnek, áldozatnak a beérését, amire ők rátették az életüket, de éppen az egyház története mutatja, az is, hogy itt vagyunk, hogy mindig voltak olyan emberek, akik életük áldozatával, Jézus Krisztus melletti tanúskodásával újabb hívőket szereztek, mert az ő példájuk lett a kegyelem mások számára a hitben. Szent István diákonus, a megkoronázott, hiszen jele neve ezt jelenti, elnyerte az égi koronát, és mi most már úgy emlékezünk, és úgy ünnepeljük őt, mint aki az üdvözültek között elsőként adta tudatosan életét Krisztusért. Ő lett a protomártír, az első tudatos vértanú. Az ő közbenjárását kell kérnünk, mert a szentek egysége följogosít erre bennünket, hogy kérjük a szenteket. Ti, kedves diákonus jelöltek, akolitusok, lektorok, és mi mindannyian kérjük a Szent István közbenjárását, hogy legyen bennünk bölcsesség, lelkierő, szolgálatkészség, és Istenért, Isten országáért vállaljuk az áldozatokat is, mert Istenért semmi sem sok, és az Istent nem lehet nagy lelkűségben fölülmúlni. Még talán azt is hozzá lehet venni, hogy a mi első szent királyunk Vajkból István lett. Annyira nagy volt a példája középkorban Szent István diákonusnak, hogy ő fontosnak tartotta, hogy István nevet kapjon, mert valószínűleg fiatal korában keresztelték és bérmálták.
Nekünk még magyaroknak tehát még egy ilyen áttétellel, még inkább a mi szentünké vált Szent István diákonus, mert az ő példája a mi első királyunkat is ihlette és Krisztus követésére indította. Hát a ti életetek is majd indítson másokat Krisztus követésére, és a végsőkig való kitartás, a hűség kegyelmét pedig Szent István közbenjárása által is kérjétek attól az Úrtól, akit ő Isten jobbján látott állni. Állni, vagyis győzni. Mert Krisztus ügye sokszor vereséget szenved látszólag ebben a világban, de végül is mindig győz. Ő az egyetlen szolga, de ő az egyetlen győztes is, az Isten ebben a világban. Ezt ünnepeljük, és ebben az ünnepi órában így vegyétek föl az avatás által azokat a fokozatokat, amelyet kaptok, és a szentelés által pedig a diákonusok rendjét. Amen.